Az országos bajnokságban is jól szereplő tolnai futszálos lányok játszanak a Várossport csarnokában. A létesítményt rajtuk kívül használják a kézilabdázók, a kispályás focisták és számtalan civil szervezet. Emellett ide járnak testnevelési órára a szomszédos általános iskola diákjai is. Egy szóval az egész város számára fontos, hogy a csarnok megfelelő sportolásra, testmozgásra vagy kulturális életre alkalmas állapotban maradjon. A város vezetése, átérezve a probléma súlyát, a lehetőségeihez mérten folyamatosan szépíti, javítja a csarnokot. Akár több mint 10 éve elkezdődött ennek a sportcsarnoknak a felújítása, módszeresen évről évre mindig valamit felújítottunk. Az volna a szerencsés, hogyha tudnánk egy olyan nagyméretű beruházás vagy felújítást végezni ezen a sportcsarnokon, amiben egyszerre mindent meg tudnánk valósítani, de erre eddig kiírás nem találtunk, és az önkormányzatnak erre forrása, ilyen 100 milliós nagyságrendű forrása nincs. Ezért úgy döntöttem, hogy évről évre módszeresen mindig valami apróságot felújítunk ezen. A legutóbbi az öltözők felújítása és a bejárati ajtó cseréje volt, részben esztétikai, részben energiahasznosítási javítása szempontjából. Mára a csarnok minden öltözője megfelel bármilyen, akár nemzetközi versenyek lebonyolításának is. Most ebben a városi sportcsarnokban minden öltöző felújításra került. Ebben az évben ez, ahol most vagyunk, ez az utolsó, illetve a bejárati ajtót cseréltük ki egy modern, dupla, nem fém, hanem műanyag nyilászáróra, és ennek a környezetét egy kicsit felújítottuk. Én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen évente néhány millió forint arra, hogy a saját ingatlanjainkat egy kicsit felújítsuk és energetikailag korszerűsítsük. Ugyan azt tudni kell, és ezt még évelején a költségvetésbe is foglaltuk, hogy több mint 10 millió forinttal támogatjuk a sportegyesületeket, de ezen felül az is kell, hogy ne csak a sportegyesületek működését tudjuk biztosítani, hanem azokat a fizikai feltételeket is, ahol ők sportolnak, és éppen ezért örülök annak, hogy hamarosan átadásra kerül majd a vásártéri sportpálya, ami egy nagyon nagy beruházás. De hát ez is egy nagyon fontos helyszín a sportolók és a Bartók utcai iskolásoknak a testnevelés órái életében. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy egy ilyen közel 5 millió forint a város költségvetésébe kell, hogy legyen, és kell, hogy találjunk. Így is volt. Még évelején megegyeztünk abban, hogy az iskolai szünetben nyilván, amikor nem használják annyian nem használják a létesítményt, akkor fogjuk ezeket végrehajtani. Így is történt, a becsengetésre elkészültek a munkákkal, amivel most mindenki elégedett. Azonban azt is tudja minden érintett, előbb-utóbb jelentős beruházás vár a csarnokra, hiszen sem a világítás, sem a parketta állapota nem alkalmas jelentős sportesemény vagy nagyobb terhelés elviselésére. Lassan a játékvezetők alkalmatlannak fogják ítélni a versenyzésre. A régi probléma az, hogy ugyan kívülről már korszerű az épület, de az a funkció, amiért tulajdonképpen van, tehát a sportolásnak a funkciója, ahhoz kéne korszerű világítás is, és korszerű sportpadló is. De ez már akkora nagyságrend, hogy a város költségvetésébe jelenleg én nem látok erre forrást. Ugye itt akár több 10 millió forintról is lehet szó, tehát 20-30 millió forintról beszélünk akkor, amikor egy ekkora méretű sportpadlót cserélni kell. Ez egy korszerűtlen, még a 80-as évek végén átadott sportlétesítmény, ahol nagyon korszerűtlen, most már nagyon korszerűtlen ez a padló, és a világítással is sok probléma van, de hát itt nem arról van szó, hogy két villanykörtét kicserélünk, hanem az egész hálózatot cserélni kell. Úgyhogy mindenképpen meg fogjuk találni annak a módját a jövőben, hogy ezeket is kijavítsuk és felújítsuk. A város vezetése most azon dolgozik, hogy megfelelő pályázati forrást vagy állami támogatási segítséget találjon a költségek fedezésére. Amennyiben lesz pénz a csarnok további korszerűsítésére, az elkövetkezendő évtizedekre újra biztosított lesz a sportolás lehetősége a tolnaiak szeretett csarnokában.